Amiben már az egyetemi évek alatt belástam magam, az az egyik 21. századi kompetenciának a fejlesztési lehetőségei. Ez a kompetencia az információs műveltség. Ezt, hogyha nagyon leszeretném egyszerűsíteni, akkor azt jelenti, hogy hogyan keresnek az információs társadalom polgárai információt, legyen ez az interneten, legyen ez a könyvtárban, legyen ez napi sajtóba, televízióba, rádióba. Azáltal, hogy megváltozott a körülöttünk lévő világ, tehát, hogy mindent átsző az internet, a különböző számítástechnikai innovációk, ezáltal a képességek, a készségek sorának is növekednie kellett. Így alakult ki ez az információs műveltség. Másodéves voltam, amikor felkértek arra, hogy demonstrátorként dolgozzam az akkor még könyvtári intézetben, és igazából onnantól kezdve folyamatosan jöttek ezek a pozitív visszajelzések az oktatók részéről. Megtaláltam a hangomat, és jó az a terület, amin én elkezdtem kutatgatni, úgyhogy hál' Istennek azóta abszolút pozitív visszajelzéseket kapok őtőlük. Én nagyon megszerettem ezt a szakmát, tehát úgy globálisan is ezt az informatikus könyvtáros szakmát, illetve tipikusan ezt a kutatási területet is, mert egy olyan fejlesztési terület, amivel ma Magyarországon nagyon kevesen foglalkoznak, meg lehet mutatni a magát az embernek, hál' Istennek, és azáltal, hogy olyan kutatókkal, oktatókkal, tudósokkal dolgozhat együtt az ember, akik már ezen a pályán mozognak több évtizede, az is egy ilyen pozitív visszacsatolást ad az egészhez.